A fesztivál kedvezett, az időjárás nem a pünkösdi vendégforgalomnak Hajdúszoboszlón, a szállodák és a magánszálláshelyek 70-90%-os kihasználtsággal működtek a hosszú hétvégén. Vasárnap és hétfőn a járókelőket arról kérdeztük, hogy mennyi időre és milyen programok miatt jöttek városunkba. Tele volt a Dottó pünköstkor, de a sétányon is sokan nézelődtek. A turisták között voltak, akik csak egy vagy fél napra jöttek Hajdúszoboszlóra. Tiszarádról érkeztünk, Nyíregyházához van 20 km, és nagyon jól érezzük magunkat, nagyon jó a hangulat. Mennyi időt töltenek most itt? Hát csak egy napra jöttünk. Rokonoknál vagyunk. Egy napra jöttünk, csak ez ilyen rövid villámlátogatás. Olyan délután jöttünk ide, mert először mentünk a Hortobágyra, és akkor úgy jöttünk ide, mert ott nem olyan nagyon nagy valami volt, de nagyon bántuk, mert itt sokkal jobb Szoboszlón. De mindig ide fogunk jönni ezután. Mi a szomszédvárosban jövünk, Balmazújvárosról. És mennyi időre? Hát csak a rendezvényre érkeztünk. És hogy érzitek magatokat? Jól, jó. Szerencsére kisütött a nap is, úgyhogy ezért jöttünk át. Jakmajtisról érkeztünk, és most jöttünk egy óra hosszája körülbelül. Szerintem nem maradunk sokáig, megvacsorázunk és megyünk haza. Csak eljöttünk egy kicsit sétálni. Igen, nagyon szeretjük Szoboszlót, visszajáró vendégek vagyunk. Évente 5-6-szor is visszajövünk, szeretjük. Mi az, amit a legjobban szerettek benne? Nagyon nyüzsgés mozgás. Fürdőt is nagyon szeretjük, úgyhogy mindent úgy összevéve. Kis új szállásul érkeztünk, illetve Debrecenből. Hát egy ilyen betérőbe vagyunk, már motoroztunk, és úgy gondoltuk, hogy eljövünk. Sokszor szoktatok egyébként Szoboszlóra eljönni, így akár egy-két órára is? Hát inkább a fürdőbe. Tehát azt, hogy nyáron akkor összeszedjük a csapatot, és akkor eljövünk egy ilyen jó nagy fürdőzésre. Már az eléggé jó. Nádudváron érkeztünk innen 20 kilométerre, és nagyon jól érezzük itt magunkat. Mennyi időt töltenek most itt? Hát egy óra hosszácskát, nem sokat, csak sétálunk egyet. Gyakran szoktak átjönni Szoboszlóra? Igen. Mi az a program, vagy mi az, ami miatt vonzó Szoboszló? Hát a fürdőzés, meg itt a környék nagyon szép. A pünkösdi hosszú hétvégét sokan használták arra, hogy több időt töltsenek el városunkban. Miskolcra érkeztünk egy hétre körülbelül, igen. Cecéről érkeztünk, Fejér megyéből jöttünk. Mennyi időre? Itt a pünkösdi napokat töltjük itt, úgyhogy itt egy kicsit pihengetünk, aztán megyünk holnap már haza délelőtt. Debrecenből érkeztünk, 5 napot voltunk. És hogy érezték magukat? Nagyon kellemesen, jó. Cseperjük ez gyokon. És hogy érzik magukat, mennyi időt töltenek itt? 4 napot. Csak? 4 napot. 4 napot. Nagyon jó a víz, nagyon jó a víz, nagyon jól érezzük magunkat. Ellátás, minden nagyon jó. Hogy ennyit tudunk mondani. Máskor is voltak már itt Szoboszlón? Már 3-szor vagyunk itt. Mi az, ami a legjobban tetszik itt? Hát a strand, a kirakodóvásár, ilyesmi. Általában hol szoktak megszállni? Magánszálláshelyen vagy szállodában? Magánszálláson. 40-en jöttünk, tehát magánszálláson. Hát ma jöttünk először. Mert úgy értve, hogy ma vagyunk itt először, de ez már a 6. alkalom. Mi mindig ide szoktunk jönni, nekünk itt nagyon tökéletes minden. Mennyi időt töltenek most itt? 1 hetet. Itt ez van. Miket szoktak csinálni, amikor itt vannak? Reggeltől estig a fürdőbe vagyunk. Azt élvezzük a fürdést. A turistákat arról is kérdeztük, hogy mivel töltik az időt Hajdúszoboszlón. A városnézésen, itt a fürdő felé, a bazárokat, mi helyeken fagyiztunk egyet. Ettünk, ittunk, sétáltunk, nézegetünk, most is azt csináljuk. Várjuk a sorsolást, a tombolát, mert van jegyünk, és akkor ezt várjuk. Hát most körülnéztünk egy kicsit, nem? Úgyhogy mi újság van, felderíteni a telepet. Egyébként a programokon? Hát tegnap néztük a néptáncosokat, annyi volt, mert a feleségem táncolt, és neki ez tetszett, hogy úgymond. Miért pont ebben az időszakban jöttek? Hát mert most érünk rá, sajnos szabadságot nem tudunk kivenni, mert pedagógusok vagyunk, és most volt egy kis időnk erre, hogy egy kicsit együtt legyünk, és születésnapot is ünneplünk. Hát eddig még az idő miatt, csak első nap beszorultunk pénteken, de aztán kijöttünk, megnéztük itt a programokat, most meg a strandon voltunk, úgyhogy teljesen lóg fülünk, farkunk, egy kis ajándékot veszünk, és megyünk vissza.